A zsírok természetes keverékek, glicerinnek három zsírsavval alkotott észterei, trigliceridek. A glicerint a természetben több mint 30 féle zsírsav észteresítheti, leggyakrabban palmitinsav, stearinsav és olajsav. A zsírokban ez az észterkötés lassan elbomolhat, bomlás során szabad zsírsavak keletkezhetnek. A szabad zsírsavak meghatározására használjuk a lúgos titrálást. A savszám az 1 g zsíradéknak vagy olajnak a semlegesítéséhez szükséges kálium-hidroxid köbcentimétereit méri. Mivel a zsírok, olajok nem oldódnak vízben, ezért éter, etilalkohol elegyben oldjuk őket. Ezt az elegyet először fenolftalein jelenlétében kálium-hidroxid mérőoldattal semlegesítjük. És ebből a semlegesített oldószerből adunk 20 köbcentit az előre kimért 1 g étolajhoz, és ebben fogjuk feloldani. Erreállítjuk a bürettát, és fenolftaleint cseppentünk bele. Hát látható, hogy gyakorlatilag ennek az étolajnak nincs savszáma, hiszen 2 csepp fogyott rá. Látszik, hogy ennek az olajnak nagyon kicsi a savszáma, hiszen 2-3 cseppre már átcsapott. Azért végzünk 2 vagy 3 vizsgálatot, mert ennek az átlaga jobban megközelíti a benne lévő mennyiséget, tehát a pontosabb mérés érdekében egy átlagot számolunk.